Havas Henrik, az ATV műsorvezetője, jó reggelt kívánok, szervusz, szeretsz korán kelni? jó kérdés, egészséletemben korán keltem. Most már nem annyira. Aludnál inkább ilyenkor? Főleg, hát ugye este indul egy új műsorod, tehát gondolom hosszú is lesz a nap. Hát élőben igen, 9:05-től 9:55-ig. Minden kedden, aztán ugye folytatódik most a Havasapályán, a héten már lesz. Hát az meg szombat. Úgyhogy igen, ez nagyon beosztja az ember idejét. Hétvégesen nagyon van, a hét eleje is, hát nem mindegy ez van. De hát ez nem panasz, hát egy műsorkészítő embernek a műsorkészítés. Ezért meg sem merek nyikkani, amikor kollégákat találkozom, mert nem túl jó a helyzet a szakmában, hát ezt te is tudod. Belevágsz egy olyan műsorba, itt a választási kampány kezdetén, ami erről szól, Voksa címe. És hát egy olyan pillanatban kezdődik, amikor már az ellenzéki oldalon sem lehet tudni, hogy ki kivel van, és hogy ki kit támad, és kinek a barátja. Ez engem annyira nem érdekel. Na, hát ez a kérdés, hogy mi érdekel akkor? A csatornával úgy beszéltük meg, hogy csinálunk egy szakmai jellemző műsort. Általában én sem és az állampolgárok nagyon nagy többsége nem olvas pártprogramokat, félfülel oda hallgat egy kampánygyűlésre, de igazán nem nagyon jegyzi, meg inkább a külsőségek maradnak meg. Egy olyan műsort akarunk csinálni, ami szakmai alapon áll. Nem akarok abba belemenni, hogy mit mondott Gyurcsány, és arra most mit mond Bajnai, mert hogy Bajnai lesz ma az első vendég. És ki fogod kerülni ezt az együttműködés kívüli harcot? Igen. Például három témát néztünk ki a szerkesztővel, Szerestei Lajossal, meg Németh Szilárddal, a programigazgatóval. A versenyképességről lesz szó, az oktatásról és az egészségügyről. De szakpolitizáltok, ha úgy pontosan tetszik. Pontosan erről van szó. Ami nem azt jelenti, hogy mit tudom, ilyen 12-14 perc jut Bajnaira, ez a legtöbb. Ugye 8-8 blokkra osztottuk ezt a 45 percet. Ez egy nagyon pörgős műsor lesz. Tehát Bajnainál lehet, hogy az utolsó pillanatban megkérdezem anyám kedvéért, hogy akkor hogy van a Gyurcsányon. De őszintén szóval ez napról napra változik, nekem annyira nem érdekel. Hogy te meg nem. Hát én nagyon nem az vagyok, és először épp ezért a Gyurcsányt akartam behívni, de... Nemet mondott? A Gréci Zsolttal beszéltem, aztán a szerkesztős beszélt a Gyurcsányjal, és azt mondta, hogy egyelőre még türelemmel várja, hogy le tudom elvetközni a vele szembeni ellenézéseimet. De az igazság az, hogy nekem nem lesz nehéz semlegesnek lenni, ugyanis nekem már nincs pártom. Volt az Antal féle MDF, a miniszterelnök úr halálával, így aztán az egyetlen párt, amiben beléptem volna esetleg, az megszűnt. Az egyetlen olyan párt, amelyik engem nem szívlelt, az SZDSZ, az is megszűnt. Tehát innentől kezdve nagyon szabad vagyok, mint a Holmgyúr a hívására léptél volna be a rendszerbe. Ja, ezt ezerszer elmondtam, én úgy lettem ott államtitkár Holmgyulánál, mint a liftszerelő. Tehát a Holmgyula, jó napot, nem megy a lift a parlamentbe, jól megyek. Hát így hívott fel engem Horn Gyula, hogy figyelj, ez a bokros csomag, ez nem volna rossz, csak a kommunikáció ügyileg ez megbukott. Tehát világos, nem? Ahogy a lift szerelő ment liftet szerint, úgy mentem én is. Aztán de akkor... ebben nem volt fontos szerepe annak, hogy mik a te párt preferenciáid, politikai nézeted? Egy szélsőséges jobb vagy baloldali politikus által vezetett kormányhoz biztos nem mentem volna, de egyébként bármelyik kormány szolgálatára állok szakmai kérdésekben. Akik téged szeretnek, egyebek mellett azért szeretnek, mert szubjektív módon állsz a témákhoz. Akik meg nem, pont ezért szoktak támadni. Ez a műsor milyen lesz? Megpróbálsz három lépést? Ebben a szubjektivizmusnak semmilyen helye nincs, ezért ezúton is üzenem Orbán Viktornak. Gyurcsányt akartam mondani. De, nagy bármely politikusnak. Nem. Orbán Viktornak is üzened, amit Gyurcsánynak? Neki is üzenem. Amikor egy másik csatornán minden reggel én voltam, akkor feltűnt, hogy Orbán Viktor mindig akkor jön, amikor én szabadságon vagyok. Aztán a 2006-os kampányban nem tudott kikerülni. És akkor adás, jó volt az nektek? Adás előtt mondtam neki, mondom, hogy lehet, hogy állandóan súnyogsz, mióta én itt vagyok, soha nem jössz be. Azt mondom, most nem tudták kikerülni. És akkor azt mondta, ki az a hülye, aki veled akar szkanderozni, mondta Viktor. Ma ugyanígy fogalmazná neki, hogy sunyog? Az első tévéinterjút a Fórumban mit csináltuk Orbán Viktorral, Kövérrel, Dajcsa meg a többivel. Azóta is teljesen normális emberi viszonyban vagyunk. Na de hát a Viktor szokott mindig úgy bejönni, hogy csak úgy, mint egykor. Na most a csak úgy, mint egykor az a hősi időkben volt, ugye?
89 környékén, amikor még élt a Kádár rendszer, ők már akkor a Nap TV-ben jöttek-mentek. Hát, hogy most hogyan fogadna engem, nem tudom, utoljára a választások előtt egy-két hónap alatt egy futballmeccsen találkoztunk. Akkor hozott nekem kólát, szendvicset, úgyhogy annyira nem haragudtam. Most meg a saját stadionjában láthat vendégül majd. Na hát 2014-es választások előtt érdekes kérdés, hogy például a Fideszből ki tudsz majd becsábítani. Győri Enikő. Belekezdesz ma, ugye? Igen, vele kezdek. Az egészségügyi témához is Fideszest akartunk hívni Szócska Miklós államtitkár szemében. Azt mondta, jön, csak éppen most nem ér rá, így Havas Szófia lesz a MSZP egészségügyi szakpolitikusa. Aztán lesz Vekerdi Tamás, na például szakértőket is hívunk, tehát Vekerdi Tamás nem pártot képvisel, viszont az oktatással tanévkezdés kapcsán beszélgettünk alapvető oktatási kérdésekről. Aztán lesz nagyon-nagyon-nagyon jó pofa, szembesítjük a pártokat és politikusokat, hogy mit mondtak akkor és mit mondtak most. Három ilyen blokkunk lesz. Ez nagyon élvezetes is lesz. Akkor lesz egy pszichológus. De Erik, ennek ők is örülnek? Ennek a szembesítésnek? Szerintem nagyon nem. Egy idézetet mondhatok? Hát hogyne. A Hoffmann Rózsa igazgatónő, gimnázium igazgatónő azt mondta 1990-ben, hogy az oktatásban a legfontosabb cél a pluralizmus megteremtése. Hát azóta fejlődött a világképpen. Na most csak egyet mondtam, de hát, nagyon szórakoztatott. De Hoffmann Rózsa ugyanúgy nem számított semmi rosszra, mint bárki más. Még egyszer mondom, ez egy semleges műsor. Mennyire, a Havas a pályán, a szombaton mennyire lesz. Fog ez a műsor versenyezni a csatornán belüli konkurenseivel? Ugye ott van a Kálmán Olgának az egyenes beszéde, ott van Mészáros Antóniának a Szabad Szemmel műsora. Gyakorlatilag ugyanígy a politikusokat szembesíti önmagukkal, az ígéreteikkel, hát nyilván nem gondolod, hogy én most mindösítem a kollégáim műsorait. Itt egyszer arról van szó, hogy itt még egyszer mondom, nem... Lehet, hogy a mama kedvét megkérdezem, hogy mi van a Gyurcsány. Van egy üzenet egy Gyurcsánynak, anélkül nem engedlek most már el, mert azt végül nem mondta. De mit üzensz Gyurcsánynak? Azt mondtad, hogy ezt mondtad rosszul Orbán felé fordulva. Miniszterelnök úr, tessék szívesen venni a meghívást, és tessék örömmel idejönni, nem kell semmi rossztól tartani. Na most Henrik jó lesz. Egyébként is jól lesz, ha most Henrik ma este keddenként én utánam Friderikusz jön. Ráadásul. Én utánam. Ráadásul. Ez fontos szempont, én értem. Mondom, én utánam. Mondom, én értem. Friderikusz számára ez biztos másképp hangzik ez a mondat. 22:20-kor kezd, Havas Henrik pedig 21:05-kor a Voxsal. Köszönöm szépen, hogy ilyen korán felkeltél a kedvünkért egy ilyen hosszú napon. Szia!